A Sundance Táncsport Egyesület latin táncelőadásával kezdődött Bátaszéken az Iparos Bál. A Bajai Székhelyű Egyesület először lépett fel Bátaszéken. Mindig nagy várakozással tekintünk ezekre az előadásokra, és nem csak azért, mert új helyen vagyunk, és új rendezvényeket látunk, hanem azért is, mert olyan emberekkel találkozunk, akikkel előtte még sohasem, olyanok látnak minket, akik esetleg még nem láttak minket eddig, és persze nagyon nagy öröm az is, hogy úgy kérnek fel minket egy előadásra, hogy bíznak abban, hogy valami jót fognak kapni, hogy jó hírünk van ezek szerint, hogy elhívnak minket, úgyhogy reméljük, hogy megszolgáljuk majd ezt a hírt, és hogy tényleg egy nagyon nagy latin show-t fogunk itt majd előadni, mert egyébként latin és standard versenytáncosok a gyerekek, illetve vannak felnőtt csoportjaink is, most kifejezetten a fiatalokkal fogunk jönni, 3 párral fogunk táncolni, a többiek majd később csatlakoznak az este folyamán a többi fellépéshez, de most úgy gondoltuk, hogy tényleg elhozunk egy olyan bandát, akik egyébként versenyekre is járnak, lesznek show elemek, a koreográfiákban is latin táncokat táncolunk most, tehát nem lesznek keringők, azt majd csinálják a résztvevők, akik a bálba jöttek. Mivel egy évente nagyon-nagyon sok versenyen veszünk részt, tehát több száz eredményünk van éves szinten, majdnem minden második hétvégén versenyre járunk, területi bajnokságokat nyernek a táncosok, országos bajnokságokat nyernek, tehát nagyon-nagyon komoly és nagyon sok versenyre jár egyébként a csapatunk, úgyhogy ez egy más terep, nagyon más, mint a versenyzés, nagyon más, amikor egy sportcsarnokban kell táncolni, mint amikor itt mondjuk most azok előtt, akik tényleg azért jöttek ide, hogy ők is jól érezzék magukat, mi is megpróbáljuk őket szórakoztatni, és talán egy kellemes estindítót fogunk majd nekik idehozni. A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete idén 18. alkalommal szervezte meg a bált. Több olyan pár is volt, akik már évek óta rendszeres részvevői az Iparos Bálnak, mert ahogy mondják, érdemes visszatérni, hiszen nagyon jó hangulatban kikapcsolódnak és mulatnak régi barátaikkal. A párom az Iparos Testület tagja, és így aztán minden évben eljövünk ebbe a buliba. Nagy öröm itt lenni mindig, mert nagyon sok ismerőssel találkozunk. Mi nem tőzsgyökeres bátaszékiek vagyunk, és öröm itt találkozni a bátaszékiekkel. Ismerkedünk, új arcokat is sokszor látunk, és a régi barátainkkal együtt jövünk ide a bálba. Mindig van valamilyen meglepetés, úgyhogy most is nagyon várom. Általában gyerekek jönnek, nagyon édesek voltak a tavalyi csapat is, és remélem az idén is lesz valami meglepetés. A párom mindig hoz tombola ajándékot, úgyhogy mi azért ebbe beszállunk, de mi nem nagyon szoktunk nyerni. És érdekes, a barátnőm mindig nyer többet is. A jelenlegi és egykori elnök szerint is a rendezvény célja, hogy egy színvonalas este keretein belül régi és új tagok együtt bálozva ismerkedjenek, valamint az is, hogy a mindenkori új év jól induljon. A bál mellett az Iparos Házban szervezett eseményeken van lehetőség a közös találkozásra. Én úgy érzem, hogy beérett az, amit mi évek óta, évtizedek óta vagy évtizede már szerettünk volna kérni, illetve szerettünk bemutatni, hogy legyen egy színvonalas bál, ami ételbe és italba is úgy néz ki, hogy széles kínálatot takar. Az étel a svédasztalos, tehát a hideg, a meleg étel, az előételek, ezek mind szerepelnek a repertoárban. Megpróbálunk jó zenekart hozni, és nem utolsó sorban az ipartestület csapat egy jó csapat, és szeretünk együtt lenni, szeretünk mulatozni. Az Iparos Házban van egy iparos házunk, amit mi építettünk föl, szinte olyan évente, olyan 10-12 alkalommal van rendezvényünk, és péntekente, minden este van egy kártyajáték, amit most már 20 pár éve folyamatosan minden pénteken azt játszunk, iszünk egy-két pohár bort mellette, elbeszélgetünk, és jól érzük magunkat. Amikor vannak a rendezvények, ilyen sportrendezvények, május első rendezvények, akkor a tagok és tagok családjai is eljönnek, és így vagyunk együtt, és szeretünk együtt lenni tényleg. Eddig a Kultúrotthonban most már 3. éve rendezzük itt az iskolába. Úgy néz ki, egyre népszerűbb a bál, egyre többen vagyunk, így a Kultúrotthonban már nem férünk el, és azért kénytelenek voltunk idejönni. Látszik, hogy a
tagok, a tagság és a kedves barátok azért szeretik ezt a tavaszi farsangolást, ezt a kikapcsolódást, ezt a bálozást, ezt a báli zenét. Lesz tombola, egy nagyon jó, fergeteges zenekar jött Pécsről, érkeztek. Csak jókat hallottunk róluk, még nem voltak, először vannak itt nálunk. A tomboláról annyit, hogy mivel minden évben válunk egy sertést, és annak a két sonkája lesz a tombolán a főnyeremény, és kis kolbász, meg hát minden iparos, minden vállalkozó, amit épp fel tudott ajánlani, mindenki hozzájárult egy kicsit az esthez, hogy mindenki egy kis ajándékot távozzon, ne üres kézzel. Az ipartestület közel 125 éve tevékenykedik Bátaszéken, segítve ezzel a település iparát és kézművességét, valamint vállalkozóit. A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete idén 18. alkalommal szervezte meg a bált, melyen közel 200-an vettek részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre új, nagyobb helyszínen kerül megszervezésre a bál.